napon, hiszen van még egy olyan idézetem, hogy a legendákra minden közösségnek szüksége van. És nekünk volt egy ilyen legendánk, akit úgy hívtak, hogy Kun László, mindannyiunk Laci bácsia, aki tegnap lett volna 100 esztendős. Úgyhogy a mai napon szeretnénk őrá emlékezni, az ő mi voltát, lényét felidézni egy kicsit, képekkel, visszaemlékezésekkel. És legelőször ezért szeretném ide szólítani Kun Lászlóné Icát, Icukát, hogy emlékezzen a Pósára, hiszen ő ismerte közülünk legjobban. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök én is, mert nagyon meghatódtam. Meghatódtam attól, hogy ennyien eljöttetek, és tulajdonképpen mégsem felejtették el apósomat, holott már 89-ben már eltávolodott, és hát azóta nagyon sok idő eltelt. Én szeretném néhány gondolatban felidézni az életútját, az életét, és azt a utat, hogy hogyan jutott elő a Pékinastól ahhoz, hogy most itt hozik, ahogy mondta, egy kis városi legenda legyen. És azt hiszem, hogy ebben van egy kis igazság, mert tényleg valóban fantasztikus dolgokat tudott az életében elérni a közművelődésbe és a művelődésbe. Most egy kis életúti áttekintést teszek, és egy kicsit meghatott vagyok, tehát ezt nézzétek el nekem. 1923. július 20-án született, a Csalánzugi pékmester fiaként, kettő lánytestvére volt még, Zsuzsika néni és Piroska néni. Hát ő, mint abban az időben a családfő meghatározta az utat, hogy az egyszem fia mellett tartson, és a jól működő Kun pékségbe, mint pékinas kezdte el a munkáját. Úgy gondolom, hogy ezt a szerepet ő nem nagyon szerette, de ez majd a későbbiekben kiderül. A családban egy kis puskát nézek. Igen. Tehát így jött fel. A második világháborúban, ugye Németországba elment onnan, láthattatok a Facebookon is képeket, ahogy gyalog hazaérkezett biciklivel, az a biciklije még nagyon sokáig megvolt, és 1953-ig, mint pékinas tevékenykedett a családban. Akkor a városban ilyen pékmesterek látták el a városi lakosságot, 4 vagy 5 pékség működött itt, és övéké volt az egyik. 1947-ben kötött házasságot Csortó Esztikével, és a következő évben, 48-ban megszületett Lackó, és 51-ben pedig a lányuk Márti. Tehát röviden így állt fel a család. 1953-ig ő pékmesterként dolgozott, akkor már a Kehérmezei út 13-ban volt a házuk, és annak az udvarán volt a pékség. Ez az út nem tetszett neki. Nem szeretett pékinas lenni, se pékmester lenni, és ezért mindent megtett. Polgári iskolába járt, és nagyon korán bekapcsolódott a városba folyó kulturális programokba, így többek között Madarász Károly és a felesége által vezetett tánc csoportba, és könyvterjesztéssel elérte azt, hogy a népi íróknak a Balatonszászói konferenciáján, mint legjobb könyvterjesztőt meghívták. Ez egyértelműen meghatározta, hogy neki merre tart az útja. Tehát ő végérvényesen befejezte 53-ban a pékségben folytatott munkáját, és akkor 2 évig a városi tanács megbízásából egy közművelődési feladatokat bíztak rá. Azt követően 57-től 1960-ig a városi könyvtárban dolgozott. Nem tudom, hogy visszaemlékeztek-e, mert hasonló korúak vagyunk, tisztelet egy pár fiatalnak,
mindig mentünk, akkor még nem volt se tévé, se mobil, se semmi, hanem állandóan könyvet cseréltünk és olvastunk. És ez a könyvtár ott volt, ahol a virágcukrászban, és ott örökké nagyon finom vanília illat terjeget, mert ott sütötték a krémeseket, tehát egy élmény volt a könyvtárba járni ezért is. Úgyhogy 1960-ig dolgozott a Városi Könyvtárban, majd 1960-tól haláláig a művelődési otthon vezetője lett. Tudjátok, hogy kettő helyen volt ez az intézmény, egyik a József Attila úton, és a másik pedig, ahol most vagyunk itt. Igazgatóságot Nagy Anti bácsitól vette át, és így pontosan ezt nem tudom megmondani, hogy még együtt vagy, hogy miért volt a váltás, de az biztos, hogy 1960-tól mint igazgató dolgozott ott. Ezt a munkát ő nem tudta volna egyedül csinálni. Fantasztikus csoportok, önkéntesek segítették végig a munkáját, úgy értve, hogy az emberek akkor szerettek együtt lenni, meg már most is, de összességében mondom, hogy rengeteg szakkör, színjátszókör működött a művelődési házban. Ha visszaemlékeztek, hát Csaklár Béla bácsi, Pavarsanyi bácsi, Gál Tibi, most nem sorolom föl az egész színjátszó csoportnak a tagjai, de olyan sikereket éltek el ezen a téren, hogy a környező településekre is elvitték az előadásokat, és nagyon nagy sikerük volt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Valika néni által vezetett balettoktatás, és ez szintén egy olyan élményeket adott az itteni fiataloknak, amire most is szívesen emlékszünk vissza. Hát itt van Luli, aki ő segítségével jutott el a televízióig, úgyhogy igazán kiemelkedő munkát végzett. De valamennyien jártunk abban a tánciskolába is, ahol ő tanított meg bennünket táncolni, vagy itt a szabadalatóknak a táncaira oktatott bennünket. Feledhetetlen voltak a viták, amik Merkel bácsival, mint aki a zenét biztosította, vitatkozott állandóan, és ezek tényleg megmaradnak nekünk örökre. Csepelkáné Margita néni szintén az egyik nagy segítője volt, aki zongorára oktatta a itteni fiatalokat. És nem lehet felsorolni azt a sok-sok segítőt és hangulatot, hogy tehát nem is művelődési ház, hanem egy művelődési otthon volt, egy nagy család, ahol a fotószakkörtől kezdve tényleg fantasztikus műsorok voltak. És jó volt oda menni. Tehát én most eddig nem ismertem őt, mint családon belül, hanem mint oktatott valamilyen szempontból. És ezt csak úgy lehetett elérni, hogy ahogy felsoroltam nektek, ez a sok-sok művészetet vezető, csoport vezető, mindenki a szívét, lelkét adta ezért a programért, és azt gondolom, hogy azok a sikerek minden családra és minden emberhez eljutottak. Ez nagyon ösztönző volt. Apósom nem tudta volna ezt a munkát ilyen hosszú távon és ilyen eredményesen végezni, ha nem képezte volna magát húzva. Elvégezte a debreceni népművelő szakot, és úgy gondolom, hogy kapcsolatai révén igazán nagyon jó kapcsolatokat ápolt magasrangú emberekkel is, és nem volt olyan dolog, amiben nem tudott volna eredményesen tenni. Most arról szeretnék beszélni még, hogy amikor a város életében a gazdasági helyzet azt kívánta, hogy a művelődési házban egy munkahelyeket adó program, a Májusi Ruhagyár egy kihelyezett állomásra jöjjön, akkor költözött át ide. Azt gondolom, hogy ez a munkán nem látszott meg, mert itt is ugyanazzal a töretlen aktivitással végezték a munkát, és
nem lehet azt mondani, hogy ezt a környező falvakba vagy városokba ugyanezt elérték. Tehát Turgebe ilyen szempontból egy példaértékű település lett azáltal, hogy olyan sok-sok minden történt ebbe a házba. Menjünk végig, itt voltak a művészet barátok köre, a művészeti körök, a néptáncosok, a nép... honismereti szakkör, különböző táncoktatások, a népi díszítőművészet. Tehát itt föl lehet sorolni fantasztikus sok olyan jól működő, jelenleg is működő tevékenységet, amivel mind-mind emberekhez közvetítettek nagyon jó kulturál érzéseket és értékeket. Tehát ezt gondolom, hogy ő megtalálta a módját annak, hogy hogyan lehet mindenfajta sallam, meg nagy szöveg nélkül eljuttatni, bevonni, eredményeket elérni ezen a területen. Azt már említettem, hogy nem volt olyan zenekar Magyarországon, amit ő nem hozott volna ide erre a színpadra. Mi élvezhettük fiatalként az összes magyarországi elsősorban levő zenészeket, kivétel a Piramis, ezt már megjegyeztem, de egyébként minden fantasztikus buli volt itt, ami elég, ha csak egyszer visszagondolunk rá, hogy ez ilyen volt, vagy itt ment a zene, hát szóval ezt át kellett élni ahhoz, hogy most ez egy ilyen feledhetetlen visszatekintés legyen arra az emberre, aki mindenkinek ismerte a címét, ide tudta hozni, és egy szegény, szolíd világba tudott rá teremteni, hát pénz, mert most azért ez nem olyan egyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy amiért most így ennyien eljöttetek és értékelitek, ezt mindig tapasztaltátok akkor, hogy milyen volt a kollégának lenni, és milyen volt az, ha megjelent, most lehet odafentről néz bennünket, azzal a kis halvány mosolyával, ami mindig kísért előtt. Tehát egy fantasztikus, jó ember volt, és én azt gondolom, hogy tisztelet neki azért, hogy az utolsó gondolatnak szántam, mindezt a sok munkát azért is érdemes megjegyezni, mert kettő gyógyíthatatlan betegségre szenvedő gyermeke volt, és minden mellett soha, semmikor erre nem hivatkozott. És ezt a fajta tulajdonságát örökölték a gyerekei is. Tehát mind a sógornő, mind a férjem egy olyan társasági ember volt, akikkel érdemes volt egy asztalnál ülni. És én nekem kell még megemlítenem, hogy az eredmények nem lettek a régi kultúrotthonban. Kovácsné Mariska néni, aki mindenes volt abban a házban, és minden segítséget megadott. Bár ő nem jött át ide, de ugyanakkor azt hiszem apósomnak nagyon sokat segített. És még jó néhány nevet kéne felemlítenem, Ilonka néni, aki a könyvelést csinálta, és hasonló dolgokat, de úgy gondolom, hogy ez egyedülálló dolog volt apósom részéről. Tehát én nekem azért nehéz most egy kicsit beszélni, és lehet, hogy nem tetszik nektek az, hogy ilyen meghatottan beszélek ezekről a dolgokról, mert közel 50 évig éltem ebbe a családba, és tapasztaltam azokat a küzdelmeket, amivel ezt ilyen színesen, jól, értékteremtően lehetett letenni az asztalra. Ezt soha nem érezte a produkció vagy a munka, hogy ő neki még plusz terhei is vannak. És azt gondolom, hogy csak így érdemes, ahogy ő él, és én azzal kezdtem, és azzal szeretném befejezni is, hogy a tevékenységét nem csak mi, most mi, aki ide eljöttünk, de annak idején a munkássága kapcsán 1982-ben megkapta a megyei tanács közművelődési díját, tehát elismerték az ő tevékenységét ilyen alapon is, mert annyi kutatásba, pályázatba vett részt, ami ennek a városnak nagyon jó hírnevet szerzett, és talán megemlíteném azt, hogy 32 évig volt tanácstag,
a bihari telep tartozott a körzetébe, és nagyon kitűnően megtalálta a hangot az ottani lakókkal, és minden egyes ügyes bajos dolgaiba megírta a kérelmeket, intézte az ügyeiket, akinek szüksége volt rá. És ha visszaemlékeztek, itt nem volt soha veszekedés, amikor nagy bulik voltak, mert egyszer Sárai Lajos bácsi meg tudta tenni, hogy rend és fegyelem volt, miután a magyarok és a cigány fiatalok teljesen egyenrangúak voltak, eljutottak odáig, hogy beköltöztek a városba, egyenrangú állampolgárai voltak ennek a városnak, és egyszerűen normális dolgok folytak, nem kellett félni az utakon, és hasonló dolgok. Apósom azon a területen, mint tanácstag tevékenykedett, és megalapította a cigány népi együttest elsőként, mikor igazgató lett, és ez egy jó pár évig azért fennmaradt. És azt gondolom, hogy így nem lehet ennyi év távol-távol visszaadni az igazi színét az ő munkájának, de egy biztos, hogy szívvel, lélekkel a kultúrát, a népűvel is szolgálta. És nagyon-nagyon kell megköszönnöm Rozikáéknak, hogy ezt a munkát így, vagy ezt a találkozót így létrehozták, mert én azt gondolom, hogy igen sokáig nagy csend volt az én apósomról. És most ez egy csodálatos érzés nekem, mint családtagnak. És ugyanakkor, miután elment 1989-ben, csodálatos szomszédai voltak, a győri házaspártól kezdve, a szemben levő, akik laktak ott, minden és segített, ahol tudott a családnak, és azt gondolom, ezeket ki kell mondani, és én most itt nyilvánosan is megköszönöm mindenkinek, aki az ő segítségére voltak, mert ezáltal az én apósom még tovább tudta azt a értéket adni, hogy nem szakadt meg az ő tisztelete és az ő munkája, hisz itt levő művészeti csoportok most is készülnek arra, hogy itt vannak, és azok az előtetett gyökerek úgy gondolom megmaradtak, és tovább folyik az a munka, és nagyon sok szép eredményt értek el a mi csoportjaink. Úgyhogy én megköszönöm a Művelődési Háznak még azt a munkáját is, ahogy ma nagyon sok színes programot szerveznek, nagyon, nagyon kitűnő munkát végeznek, és köszönöm szépen nektek a mai napot is. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük a megemlékezést, köszönjük, hogy eljöttél, és Laci bácsiról elmondtad, amit fontosnak tartottál, és ezzel a szemvilággal szeretnénk megköszönni neked a közreműködésedet. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Jézusának! És itt kukucskáltam közben a sorokban, és hát elég sok olyat látok, aki Laci bácsival nagyon mindenféle téren kapcsolatban volt, vagy dolgozott vele, vagy a művészeti csoportokban járt, vagy énekelt, vagy zenélt, vagy valamilyen munkakört vállalt itt körülötte, úgyhogy ennek külön-külön örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk. És engedjék meg nekem, hogy most így utólag köszöntsem Cseh Sándor nyugalmazott polgármester urat. Azt mondom, hogy Istenem, de azt hiszem, hogy a tiszteletet így is meg tudjuk adni. És most engedjék meg nekem, hogy a táncosoktól egy picit türelmet szeretnék kérni. Készítettünk egy fotóösszeállítást, sajnos videóanyagot nem találtunk Laci bácsiról, de egy fotóösszeállítást készítettünk, aminek még csak aláfestő zenét sem tettünk, úgyhogy nyugodtan lehet mondani, hogy ha valaki ismerős arcokat lát, vél felfedezni, nézzük meg ezt először.
Thank you.
Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, velünk együtt ezeket a fotókat. Azt hiszem, hogy sok régi emlék jött elő, sok régi ismerős, majd a végén még erről lehet egy kicsit beszélgetni. Most viszont a folytonosságról lenne szó tulajdonképpen, hiszen Materász Károlyné Teruska néni 1930 környékén megalapította az első tánccsoportját, és azóta folyamatosan működnek tánccsoportok, Túrkevén is, ennek, meg annak is, hogy művészeti csoportok léteznek, és fennmaradtak, miután a Madarász házaspár Budapestre költözött, ennek azt hiszem nagy mértékben Laci bácsi volt a fő mozgatója, hiszen rögtön keresett új tánccsoportvezetőt, mi több balettoktatót, a népdalkör problémáit is megoldottam, miután Karcsi bácsi nem túl kevén dolgozott már, vagy nem túl kevén éltek már. Így aztán azt gondoltuk, hogy a népdalkörben a néptánccsoport, hogy még ma is működnek, feltétlen kell, hogy szerepeljenek a mai napon. Úgyhogy kedves közönségünk, most a jelenlegi néptánccsoportot fogadják nagy szeretettel, a Kis Csücsök néptánccsoportot, amelynek Dietrich Nészegő Hédi a vezetője, és most ezt neki köszönhetjük, hogy ilyen sok fiatal táncolja, rúgja ezeket a szép magyar néptáncokat. Hát sajnos a fiú kevesen tudtak eljönni közénk, úgyhogy főleg a Kalocsai Marsnál ez hiányos lesz az ő lépéseik, de a dunántúli ugrós az valami feltegeteges lesz. Na, azért a Kalocsai Mars is, úgyhogy nagy tapsot kérek szépen a Kis Csücsök néptáncokat.
szeretem az ilyen dolgokat, tudom. De mi nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy én szépen. A néptáncról, a balettoktatásról és az akkori művészeti kis csoportokról Kosztáné Bodnár Anikó vállalta, hogy mond egy pár szó megemlékezést. Nem tudom, hogy... Ja, nem láttalak, Anikó. Mindenkit szeretettel köszöntök, és hát csodálatos évek voltak, ezt nem lehet elfelejteni. Egy néhány gondolattal megemlékezünk Laci bácsiról úgy, ahogy én láttam, ahogy ott együtt dolgoztunk, és amiket tett, egy néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Nagy Antal után 1960-tól 83-ig nyugdíjazásáig ő volt a műfázigazgatója. Szinte egész életét a Turkevei Művelődési Otthonban a kultúráért, Turkeve lakosságának szórakoztatásáért töltötte. Szerették a fiatalokat, összefogta, összetartotta őket, így azok is szívesen jártak a műfázba, ahol mindent megtalálhattak a szórakozási lehetőségeit, hétközben és hétvégeken is. Mindig volt ötlete, lehetetlenséget nem ismert, örökké szervezte a programokat, hétközben és hétvégeken is, így bálokat, nótaesteket, színi előadásokat, ahová neves előadókat hívott meg. Ilyen volt többek között az 1960-as évek második felében a Mojzsejev tánc együttes fellépése, akik olyan kellemes emlékkel távoztak Turkevéről, hogy a művelődési otthon színpadát megcsináltatták azzal a deszkázattal, amely egy ruganyos fafajtából készült. Ezután az nem borzott, és öröm volt rajta táncolni. A balett néptáncórákat is itt tartották, na meg azért is, hogy megszokjuk a színpadi fellépéseket. A vendégművészek szívesen jöttek Turkevére, megszerették a hálás, kedves közönséget. 1959-60-ban, amikor Turkevén egy könyvet is alig lehetett eladni, Laci bácsi egymerészet álmodott és beindította a balettiskolát, ami több mint másfél évtizedig működött nagyon sikeresen. A műfázban az akkori legmodernebb fénytechnikával szerelték fel a budapesti Vígszínház fénytechnikusai. Ezután a balettvizsgák színi előadások az akkori idők egyik legmodernebb fényeffektusaival voltak megvilágítva, például irányfény, szúrtfény, kísérőfény. A balettiskola évzáró vizsgájaihoz a budapesti jelmezkölcsözőből rendelték az összes táncruhát, termékeket. 1962-ben az előadó Bárszínház teremben szereltek fel egy nagy tükörgömböt, biztos emlékszik még sok mindenki rá, a mennyezetre, mely forgatható volt, és ekkor hangulatosan visszaverte a csillogó fényeket. Haknikat is szervezett Laci bácsi, összefogta Turkevei művészeket, táncosokat, énekeseket, így Madarász Katit, Balogh Marcit, Farkasné Rozikának az édesanyját, Bucsa Rozikát, és Ábrahám Miklós, sőt még a mezőtúri gyalog Magda Citerást is,
No meg a Kevi néptáncsoportot és a cigány zenekar, és műsorokat adtak Túrkevének a szomszéd városaiban. A TS teherautója vitte el őket. Jó eset. Laci bácsit sosem láttam fáradtnak, pedig a nap 24 órájában a műfázban tevékenykedett Túrkevéért, a lakosság szórakoztatásáért, kultúrájáért. Ha fellépésre mentünk a néptáncsoporttal, ő reggel indulás előtt ott volt, akármilyen korán indultunk az autóbusznál, és meggyőződött arról, hogy mindenki egészséges. Volt, amikor a fiúk kaptak egy-egy kis pohár pálinkát. Este hazavár bennünket. Megszemlélte, hogy mindenki jól van-e, nem történt az úton baj. Hát egy kis pohár pálinka sem maradt el olyan. Nagyon szerettük, és végül is, amit ő megálmodott, azt mindent véghez is vitt. És bennem ugyanaz a kis mosoly maradt meg, ami mindig ott bújkált a szája szövetében. Tehát amikor táncoltunk a színpadon, akkor ő ott valahol középen megállt, és mosolygott, és úgy nézett bennünket. Így maradt meg nekem is az emlékeimben, azt hiszem, hogy örökre. Létrehozta a cigány népi együttes, a rezisztán együttes, a honismereti kört, a balettiskolát, a Kevi kör folyóiratot, és más egyéb öntevékeny csoportokat is szervezett. 1976-ban az ifjúsági fűvózenekart Sipos Sanyival, és 1972. januárjában a Madarász Károly népdalkört. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Kosztáné Bodnára Nikolnak ezt a visszaemlékezést, újabb emlékképek jöttek elő, amit szerintem majd a végén még jó kis beszélgetésbe fog folyamodni. És most tekintsük meg, hallgassuk meg a Madarász Károly népdalkör rövid kis dalcsokrát. Úgy beszéltük, hogy mindenki egy kis rövid produkcióval készül, visszaidézni ezeket az emlékképeket, hogy minél jobban rálássunk Laci bácsi tevékenységére.
tapsokat kérek a számukra. És Kunz Zsuzsinak külön köszönöm, hogy segített a csoportnak, mint művészeti vezető Nelly betegsége miatt, most ő nem tud itt lenni, meg egyébként is hiányosak voltak ők is most. De a részvétel a fontos, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, nagyon jó volt. Néhány üzenetet kaptam, és engedjék meg nekem, hogy elolvassam ezeket addig, amíg a lányok átöltöznek. Az egyik így szól. Kunlaci bácsit, apukám Csaplá Béla révén ismertem meg, aki rendszeresen konferált a Kultúrház rendezvényein, illetve kísérte a magyar nóta énekeseket vidéki fellépéseikre. Néha mehettünk velük mi is. Ha jól emlékszem, első saját jogú megjelenésem az intézményben akkor történt, amikor kicsit zongorázni tanultam, majd sikeresen elvégeztem Valika néni tánc és illemtan kurzusát. Nem mondom neki, ő csak a végén addig találgassam. Laci bácsi nagyon szerette, ha nyüzsgés van a Kultúrházban. Szerintem igen jó szervező volt, komoly előadásokat, nagy bálokat, bulikat, tanfolyamokat és szakköröket szervezett, tartott életben. Keményen tárgyalt a résztvevő művészekkel, tudta érvényesíteni a ház érdekeit. Például is itt egy történet. Latinovics röviddel halála előtt lejött Turkevére egy szabadóestre, amire sajnálatosan kevesen jelentünk meg. Kinézett a függönyögül, s látta, hogy maroknyi a lelkes közönség. Szólt Laci bácsinak, hogy ő így bizony nem vállalja az estét. Erre Laci bácsi is megszólalt, hogy rendben művész úr, de akkor nincs gázsi. Hát végül is vállalta a fellépést. Egyetemi éveim során két nyári szünetet is a Kultúrház alkalmazottjaként töltöttem. Kétszer egy hónap diákmunka. Mivel Laci bácsi volt a Bihari telep tanácstagja, munkáim jelentős részét a roma családok szociális helyzetének felmérése tette ki, amit nagyon szerettem csinálni. Az érintett emberek válaszaiból egyértelművé vált számomra, hogy szeretik tanácstagjukat, bíznak benne, figyelnek szavára. Ő volt az első főnököm. Örültem, hogy dolgozhattam vele, szerettem Laci bácsit. Olyan vezető volt, akit szívesen követnek beosztottjai, nem érzik terhesnek a kapott feladatok végrehajtását. Jó humora volt, ritkán, lehet, hogy sohasem láttuk dühösnek, idegesnek. Vagy emelt szavunknak. Vezetése alatt a Kultúrház egyik legsikeresebb korszakát élte. Őrizzük Laci bácsi emlékét szeretettel, Csaplá Barnabás. Egy másik, ez egy rövidebb üzenet. Rozikám, nagyon jó lenni ott lenne, nagyon jó lenne ott lenni, de jelenleg Németországban vagyunk, egy szerződésünk van, egy szigeten zenélünk. Szirt szigetén. Ez nagyon szép, hogy megemlékeztek Laci bácsiról. Szerettem a kisöreget, nagyon rendes ember volt. Biztosan nagyon sokan lesznek majd ezen a megemlékezésen, lélekben én is ott leszek veletek, ölellek benneteket, Ábrahám István Bibis. És még egy van. Az érettségi és egy sikertelen főiskolai felvételi után a Turkevei Művelődési Házban dolgoztam képesítés nélküli népművelőként Laci bácsi igazgatásával és sok kedves kollégával. Az életem elkövetkező időszakát nagyban befolyásolta ez a néhány év. Volt férjemet, itt ismertem meg. És itt alakult ki Laci bácsi családjával, Esztike nénivel, Mártival és a Resziszan együttesen egy nagyon szoros kapcsolat. Laci bácsi imádta a munkáját, nem teherként élte azt meg. Neki nem volt szabadnapja, pihenőnapja, ünnepnapja sem, amit Esztike néni sok esetben nem tudott tolerálni. Virágzott az akkori kulturális élet a városban. Egyszerű, közvetlen ember volt. Nem hiszem, hogy van olyan fiatal, aki ne ismerte volna a nevét. Bárki bármilyen kérdéssel fordulhatott hozzá, mindenkit meghallgatott, szívesen fogadta az új ötleteket. Mindemellett családját sem hanyagolta el, nagy-nagy szeretettel gondoskodott évtizedekig beteg gyermekeiről. Kunlaci bácsi csupa nagybetűvel írva a hétköznapok hőse volt. Emlékezzünk rá szeretettel.
Kelemen Évi, Szijjártó László. És ha már a Laci bácsi humorát említettük, engedjék meg nekem, hogy Siposanyit ide szólítsam magam elé, mert hogy ő volt az egyik olyan ember, aki nagyon sokáig dolgozott vele, és Siposanyit tudjuk, hogy nagyon szereti összegyűjteni az emlékeket, a képeket, és most egy kis humoros történetet válogatott össze Laci bácsiból. Gyere fel, mert ott be fog zúgni. Meghatódás nélkül nem tudok szólni. Rozika kérte, hogy mi volt Laci bácsinak a nótája. Hát én azt mondom, hogy nem tudom, hogy mi volt a nótája. Lehet, hogy ezt tudom, és még jobban tudja, mert ők több időt töltöttek vele. De én szerintem nem volt neki nótája. Minden magyar nóta, minden gyurkevei nóta az övé volt. Azt tudom elmondani, hogy egyszer a kocsimában fogadásból egy óros alatt 100 gyurkevei, illetve magyar nóta szöveget írt le, amit el is tudott énekelni egy természetesen, meg is nyerte a fogadást. Egyébként minden nóta az övé volt. Mindenkivel tudott énekelni. Ugyan résztárosokkal, F-tól püstékkel, mint a népdalkörrel, vagy a néptárcsoporttal. Elmondok egy anekdótát. Emléklap Mozarttól. Akkoriban a Bűlési Ház színpadán folyt a műsor, és úttörő kultúrai seregszemle mindig minden évben rendszeresen megvolt. És a zsűri nagyon szép emléklapokat osztogatott a szereplőknek, csak Merkel Miklós bácsi nem kapott semmit. Soha nem kapott semmit. Laci bácsi tudta ezt, és úgy gondolta, na majd meglepem én a kis öreget. Amikor véget ért a kulturális seregszemle, bejött Miklós bácsi irodába, és várottam ragyogni egy székre. Még arra sem volt most kedve, ahhoz sem volt kedve, hogy történik. Eljövődje, hogy mi történt. Kik kaptak emléklapot? Laci bácsi azt mondja, hogy nem kaptak. Hát Miki bácsi? Legyintek Miki bácsi. Pedig Miki bácsi is kapott ám. Azért most érkezett Bécsből futárszolgálattal. Az összetekercselt írást kibontotta, Laci bácsi is átadta Miklós bácsinak. Miklós bácsi alaposan átolvasgatta, oklevél, Merkel Miklós zeneszerzőnek, színházi karmesternek, egy nagyon nagy dicsérő szöveg volt benne. A végére, mikor odaért Miklós bácsi, akkor látta, hogy két hatalmas nagy zeneóriás neve oda van vigyeztve, kalligrafikus betűkkel, Wolfgang Amadeus Mozart, a zsűri elnöke, Ludwig von Beethoven, a zsűri titkár. Még egyszer elolvasta, nem hitt a szemére. Aztán még egyszer, és akkor végül csak egyet mondott, legyintek, hogy hely, kullaci, kullaci, ez megint a maga műve. Ennyi. Másik. Hát akkoriban tilos volt a grafológia. Tehát olyan, mint tudomány, ugye nem ismerte a szocialista kultúra, kultúrpolitikusok. És ő felfedezte, hogy van egy Csütörtök Csaba nemesnyás apátiba egy grafológus, itt a kis múzsában ez a Csütörtök Csaba, ez a nemesnyás apáti, és ő elvette egyik másikunknak a kézírását, és elküldte Csütörtök Csabának. És hát a néhány soros kézírásból alapos, pontos jellemrajzot készített. És amikor véletlen valaki megbántotta Laci bácsit, akkor Laci bácsi csak elővette a Csütörtök Csaba által írt jellemrajzot,
és jó tusolgott rajta, mikor azt olvast, hogy a személyisége felbomlott például. Úgyhogy őt nem lehetett megsérteni, soha nem lehetett megvártani. Turkelai elszármazott nagy emberekkel rendszeresen tartottak kapcsolatot, úgy, mint Erdély Károly, aki volt külügyminiszterhelyettes, Katonai Imre, aki volt az elközben tanácsnak a titkára, és még sorolhatnám, hogy titkára, de rendszeresen. Őt nem lenne, tehát a konfliktus helyzeteket nem ismerte, senkivel nem konfrontálódott, ő mindenre talált egy humoros, egy szellemes megoldást. És egy jó viccel, tehát pozitív életszendert ember volt. Azt mondta Szabolcs Árpád bácsi róla, hát Laci, te egy Dobzsa László vagy, aki azt mondja, hogy minden jó, jó van, jó van. Hát köszönöm szépen, én nem is akarok. Még azt elmondom, hogy aranymondása. Az volt egy jó kultúrműsor után, hogy jobban megy a munka holnap, egész biztos. Hát ő az 50-es vagy 60-as években kultúrműsorokat, egy 10 perces kultúrműsorokat vitte Arató Cséplő brigádokhoz a Tornóra. Érdekes volt, az, mert ez akkoriban azt nem csak túl, de máskor is kivitték Arató Cséplő brigádokhoz a kultúrműsorokat, cigarettaszünet ként megtette. Aztán még egy nagyon fontos és nagyon jellegzetes mondása volt, majd vissza-vissza térő szlogenje volt a cibása. Egymás terhét cipeljétek, mondá Jézus, de ezt mindig elmondta. Hát így cipeljük egymás terhét. Köszönöm szépen! Hát igazán aranyos történetek, és valami ilyeneket szeretnék én, ha még előjönne a jelenlévőkben, amíg itt vagyunk majd a műsor végén. Most viszont szeretném a népi zenekarunkat ide szólítani, akiket most Eftók Lajos helyettesít. És egy dalát azért mégiscsak tudok Laci bácsinak, hogy a kedvenc dala volt, ugyanis azt hiszem mindenki tudja, hogy Ábrahám Miklóssal nagyon jó barátságban voltak, és igaziból, mindannyian, akik versenyeken elindultunk, úgy Sárika, úgy Palkó Ica, ki mit tudva, hogy képernyők elé is feljutott, vagy a Resistance zenekar. Én is Laci bácsinak köszönhetem, mert ha ő nem szoktatott volna, hogy adjam be a jelentkezési lapot, meg nem beszéli meg Miklós bácsival, hogy készítsen fel a versenyre, akkor én valószínűleg sose lettem volna népdalnóta énekes. És történt egyszer, hogy szerintem legelső alkalommal szerepelhettem én akkor, és hallottam, hogy mondja Laci bácsi Miklós bácsinak, hogy aztán Miklós, a nótámat ki ne hagyd, majd odafordult felém, te meg megtanuld. Tudja valaki, hogy melyik dalról van szó? Ez egy, ha jól emlékszem, szentírmai szerzemény, és igaziból a második versszaka az, ami Laci bácsihoz kötődik, mert így szerintem sehol másnak nem éneklik. Elénekeltem egyszer, nem túl régen, tévéfelvételen, és azt mondták, hogy honnan vettem ezt a versszakot, és mondtam, hogy ez túlkevei specialitás, ezt én csak így énekelhetem. És amikor elmondtam a történetet, akkor azt mondták, hogy ezt mindig így énekelt akkor. Igen.
és a zenekarnak is köszönöm. És mint tudjuk, Laci bácsi nagyon szorgalmazta a fiatal tehetségeket és azoknak a felfedezését, és így kimutató versenyen is többen indultak. Az egyik ilyen személy volt, aki itt van közöttünk szerencsére, és első helyezett lett az egyik kimutató versenyen, de majd elmeséli, hogy miről is volt szó, meg hogy is történt. Az Kun Zsuzsi, gyere légy szíves, és énekeld el nekünk ezt a dalt. Mit remélsz?
amihez szeretném a lányokat is kihívni, a korbekórusos lányokat. Szép nyári napot. Igen, ez is az egyik régi kedvenc sláger. Köszönjük szépen a kordás lányoknak, hogy szokás szerint, mint
máskor most is segítségünkre voltak, és köszönjük, gyertek már ide középre. Köszönjük szépen Kun Zsuzsinak. Neked most több irányból is, ugye a Néta a körnevében is, meg a... Majd megkapod mindjárt, várjál egy kicsit. Meg hogy a kordáslányokat is bevontad ebbe, és hogy csak hajlandó voltál, amit remélsz. Hát igen, ez számomra is meglepetés volt, hogy ilyen sokan eljönnek a kordokorúból, de végül is nagyon örülünk mindig, amikor itt vagytok együtt. És nagyon sok is köszönjük, hogy képviselted a Resistance zenekart, te is kapsz egy szálvirágot. Van egy szép idézetem, amely így szól. A közösségi érzés összekötő híd fiatalok és öregek köz, és átível azokhoz, akik már nincsenek köztünk. Hát mi azt szeretnénk, hogy Laci bácsi, aki tulajdonképpen ebben a házban élte le életét, mindig itt legyen velünk, mindig itt legyen közöttünk, és ezért szeretném megkérni a kedves jelenlévőket, hogy fáradjunk ki az ajtóhoz, és leleplezünk egy táblát. Azt gondoltuk, mi itt kis közösségként, meg több embert megkérdezve, hogy ezt a termet nevezzük el Laci bácsiról, és ezentúl ennek a teremnek a neve Kun László Színház terem lesz. És nyilván ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy egy pohár borra, egy kis pogácsára még szeretettel várunk mindenkit a nagy terembe, úgyhogy fáradjunk vissza!